A COVID ugyanolyan szezonális mintázatot vett fel, mint az influenza és a többi felső légutak útján terjedő vírusok. Ennek megfelelően a december és főként a január-február lesz erős járványügyi szempontból. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ mai közleménye alapján a COVID helyzet valamennyi mintavételi helyen magas, illetve emelkedett értéket mutatott, mondta a Dr. Tibold Antal vezető főorvos. Ami örvendetes esemény, úgy gondolom ezzel kapcsolatosan az, hogy magas a koncentráció, de csökkenést mutat a múlt heti adatokhoz képest. Én úgy vélem, hogy a karácsonyi összeborulásoknak, tehát ugye ahol sok emberrel találkoztunk, rokonokkal, ismerősökkel, barátok, barátokkal, járványügyi szempontból lesz egy torzító, egy emelkedést serkentő hatása, hiszen itt ugye nem arról szól a történet, hogy mindenki az összes járványügyi védőúvó intézkedést betartja. Tehát valószínűleg itt azért történtek fertőződések, és ezek ugye a idő után fognak megmutatkozni a statisztikában. Az óvóvédő intézkedések sorában a maszkviselés, amiről leszoktunk, továbbra is hasznos, nem csak a Covid ellen, hanem az összes felső légúti vírussal szemben is igaz tehát a maszkviselés nagyban csökkenti ezeknek a terjedését és a fertőződés lehetőségét. Illetőleg meg kell, hogy említsük azt is, hogy az oltópontokon hozzáférhető a spike wax, ugye ez a Modernának az új koronavírus elleni oltóanyaga. Hatásos az új variáns ellen, az oltópontok nyitva vannak a két ünnep között is, tehát aki úgy gondolja, az nyugodtan odafáradhat és fölveti az oltást. Ha orvoshoz megyünk megküléses tünetekkel, akkor nem feltétlenül fognak COVID-ra tesztelni, mivel ez nincs benne az orvosi protokollban. Azonban ezt bárki otthon is elvégezheti, ugyanis a gyógyszertárakban rengetegféle tesztelő kapható. Gyakorlatilag relevanciája mondjuk az influenzához képest tulajdonképpen most már nincs. Ez egyrésztről szerencsés, mert ez ugye azt jelzi, hogy gyakorlatilag a Covid tényleg bele simult ebbe az őszi-téli felső légúti szezonba, nem okoz markánsabb tüneteket, és a súlyos, illetőleg halálos végkifejlete betegségnek sem nagyobb, mint az influenzájé. Tehát ezért úgymond külön speciális intézkedéseket, mint mondjuk 2020-ban vagy 2021-ben volt általános, az most már nem szükséges, illetőleg nem igényel. Végül is marad a védekezés, megelőzés, távolságtartás, gyakori kézmosás.